rakott karfiót fogok most készíteni, a következők a hozzávalók, egy fél kilónyi daráthús, 20 deka rizs, egy pohár tejföl, és körülbelül egy kilónyi karfiolt. A rizst és a karfiolt a gőzpároló segítségével meg fogom párolni. Én meg szoktam majdnem teljes mértékben párolni a karfiolt, tehát nem szoktam félfővésig. A rizs mennyiségéhez képest még egyszer ugyanannyi vizet fogok rátölteni. Közben egy serpenyőben meg fogom pirítani a húst, és majd szép rakottas formában össze fogom rakni. A karfiol párolási ideje körülbelül egy 15 perc. Rózsákra szedem. Egy lyukacsos aljú edénybe teszem, mikor megfőtt, karfiol mennyiségének a felét a edény aljára fogom rakni. Az edény alját én egy picit kiszoktam bajazni, és egy kevéske zsemlemorzsát is szoktam beleszórni, úgyhogy most berakom a rizst is, és a karfiolt is a párolóba. Közben párolódik a rizs, illetve a karfiol. Készítsük el a hozzávaló húsi részét. Egy hagymát, a felét most ebben az esetben, mert elég nagy hagymáim vannak, összedarabolok. Egy kevéske zsíradékon megpirítom. Ebben az esetben én most libazsírt használok. Sót teszek rá, őrölt bors. Mikor már majdnem megpirult szépen teljesen, hozzárakom a daráthúst. Megpirítom, miután megpirítottam a húst, hozzá fogom majd keverni a rizs mennyiséget, amit megpároltam, és ebben a formában fogom majd elkészíteni. Nem kell szétszárítani a húst, csak éppen megpirítjuk, úgyis még egyszer hőkezelni fogjuk. Első részt is elszórjuk, és hozzuk. Én a tejfölhöz szoktam egy kevés sót adagolni. Azért használok ilyen bátran sót rá, mert ugye a párolóban se a rizsre, se a karfiolra nem raktam pluszban sót. Elkeverem egy habverővel a tejfölt, teszünk az ételre, és szétkenjük a tetején.